Bár az időjárás nem a legideálisabb, az FTC Gerei hajító csapatának növendékeit ez egyáltalán nem riasztja el az edzéstől. Elvégre is az atlétáknak sokszor kell megküzdeniük a mostoha körülményekkel, még a legnagyobb világversenyeken is. Egy hajítást megcsináltok, és jó lesz, már vidal az idő. Herceg György dobóedző rövid eligazítása után pedig a fiatalok kézbe veszik a Gereit és a pályát. Egy fővárosi egyesületnél egy dobószakák befejeződött, és a Fradi volt az, aki elsőként jelentkezett, hogy szeretne minket azzal támogatni, hogy a klubhoz igazolhatunk, és ez megtiszteltetés volt, hisz a Ferencváros gerelyhajítói elég nagy múlttal rendelkeztek, és evéget érkeztünk meg a Fradi családhoz. A munkát azt a kis csapatunkkal együtt kezdtük, együtt végezzük, és nagyon nagy segítséget kaptunk a Babi nénitől, aki mindent megadott számunkra, hogy könnyen tudjunk jönni, átjönni az egyesülethez, illetve azt a hátteret tudta biztosítani a vezetőség, ami nekünk kellett ahhoz, hogy a munka gördülékenyen és folyamatosan történjen. 2012-es londoni olimpia hatására kezdtem el ezt a sportot. Az első versenyem 2012-ben volt ősszel, és 17 métert értem el. 6 éves koromban kivittek minket hajítani kislabdán, meg turbógerejt, és hát nagyon megtetszett. Emellett a testvérem is ezt kezdte sportolni. Nekem egyértelmű volt a gerejhajítás, mert amikor én 5-es voltam a suliban, volt egy ilyen kis házi olimpiánk, és ott gerejt hajítottam, és nagyon élveztem is. Az ott nagyon megragadt bennem, és így jött ez az egész gerejhajítás. Család érkezett a családhoz, ugyanis Herceg György két fiát, Gyurit és Attilát, illetve teljes kis csapatát hozta a Fradihoz. Sok sportágban, és főleg az atlétikában nem ritka, hogy a sportoló edzője az egyik szülője vagy a párja. Érdemes csak megnézni a dohai világbajnokság mezőnyét. A 10 próba versenyét egy olyan német, Niklas Kaul nyerte meg, akinek az édesapja és édesanyja is az edzője. De nem esve messze az alma pályától, Német Miklósék is, ugye a három gyermekét Német Miklós egyedül edzi, és ez számunkra egy precedens, hogy igenis ez működhet. Ahogy megyünk előre az években, ez egy munka. Ez egy munka a szülő és a gyermek közt, az edző és a tanítványa közt, és megvan az előnye és a hátránya is, hisz másoktól próbálunk tanulni, hogy ez hogyan működik. Mi számunkra egyelőre ez jól működik, és ezt próbáljuk ápolni a gyermekek is közöttem, illetve a feleségem és a családban. Egyik nap fáradt vagyok, akkor nem terhelünk annyira, de hogyha van elég energiám, akkor meg jobban. Megérzi, hogyha valami úgy történik, tegyük fel, fáj a lábam, iskolanapokon többet kell tanulni, meg hát azért mégiscsak ő az apukám, és ő sokkal jobb. Szeressük ezt a sportágot, vagyis ne csak csináljuk, hanem emellett örömmel menjünk ki a pályára, és örömmel hajítsuk el ezt a gerejt. A Fradinál az edzések sem a megszokott mederben kezdődnek. Persze fontos az elvégzett munka, de gyerekekről lévén szó egy tényező még fontosabb most ebben a korban. Ennek a korosztálynak, tehát nevezzük a serdülő és ifjúsági korosztálynak, de később is a játék a legfontosabb. Tehát ők azzal kezdik az edzés, hogy elmesélik egymásnak, mi történt aznap, mi történik velük az életben. Mosolyognak egymáson, bohóckodnak, játszanak, tehát kifejezetten a saját élményeikkel kezdődik az edzés. Beszélgetünk, hogy vagyunk, meg ilyenek, eredmények, következő versenyek, aztán meg egy enyhe futással kezdünk, futóiskola, gimnasztika, aztán meg ilyen technikai edzés, hajítás ugye és levezetés. A sikerek mellett a fiatalok sok élménnyel is gazdagodtak több versenyen. Legutóbb például a sportág két ikonikus alakjával találkoztak. Júniusban a Fradi támogatásával elmentünk Németországba egy három napra, Jénába, és találkoztunk Thomas Röhlerrel, aki a 2016-os riói olimpiai bajnoka, Uwe Hohnnal, aki a régi gerellyel tartja a világcsúcsot 104 méterrel, és ez is adott egy nagyobb motivációt nekem. Sajnos sérülten mentem ki, tehát annyira nem sikerült jól, de végül harmadik helyezést értem el.
Egy ilyen pillanat pedig még nagyobb motivációt adhat a gyerekeknek jövőbeni nagy céljaik és álmaik eléréséhez. Természetesen az olimpiára való kijutás lesz a cél. Ehhez minden eszközt megkapunk a Ferencvárostól, illetve látjuk azt is, hogy ebben az alaphelyzetben, amiben most vagyunk, minden lehetőség készen áll. Jövőre 16 éves leszek, és belépek az ifjúsági korosztályba. 2020-ban az ifjúsági EB-t céloznám meg, és 2021-ben pedig az EIOF-ot. A legnagyobb álmom igazából mindenkinek az olimpia lenne, 2024-ben vagy 28-ban. Nagyon szeretnénk kijutni Párizsba az 2024-es olimpiára, és próbálunk minél jobb eredményeket elérni. Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub életmód magazinjának legújabb száma, a zöld és fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és fehér, e két szín mindennél többet ér.